Az eszeveszett Benelux túra nem jöhetett volna létre a Continental nélkül, ami hidegben, melegben is az úton tart, ráadásul most még promóció is van, garantált értékes ajándékkal. Na szóval hazajöttünk a Benelux túráról, összesen körülbelül 1500 kilométert vezettünk majd, hogy nem egy seggel hazafelé, váltva, és az a helyzet, hogy amikor én éppen nem vezettem, akkor vágtam, viszont Robi sokkal többet vezetett nálam is, szóval az 1500-ból szerintem legalább egy ezret ő, úgyhogy nagyon-nagyon derekasan helytált, és nagyon szépen hazaérkeztünk. Késő estére, de hazaérkeztünk egy lendülettel Észak-Amszterdamból. Mármint, hogy Amszterdamtól északról. És egy-egy ilyen nagy túra után mindig azt kéritek tőlem, hogy csinálják egy adást a kimaradt jelenetekből, meg legyen egy ilyen kis összegzés, hogy mi mennyibe került, és ezek általában el szoktak maradni, most viszont már a vágás közben vigyáztam arra, hogy néhány olyan jelenet, ami nem passzol szervese az adáshoz, az ne a kukába végezze, hanem bekerülhessen ebbe az epizódba, úgyhogy most pontosan ez fog történni. De előbb egy kicsit a hazaútról, szóval az a helyzet, hogy tényleg egy seggel tettük meg ezt a hatalmas távolságot, és hát előre látszott, hogy ez egy ilyen 13-15 órás út lesz. És azért sejtettük, hogy Németországon majd tudunk valamennyit hozni egy magasabb tempóval ezen az értéken, de inkább azt mondom, hogy pont akkora érkeztünk meg, amikor a GPS azt eredetileg megjósolta, csak volt benne egy 40 perces ebédszünetünk, meg egy ilyen 15 perces tankolásunk még valahol. De nagyjából a tervek szerint alakult minden. Persze, nyilván Robival együtt voltunk, úgyhogy volt eső, meg voltak mindenféle járművek, repülők, vonatok, automobilok, motorok, mindenféle izgalom hazafelé. Break myself to pieces so you can take the blame. And all the while you're talking and I don't wanna hear, 'cause I don't wanna wake up in the morning with no one near. És Robi valamikor 8 óra 30 perc körül ért haza, én meg este 10-kor, és hát igazából ezzel lehetett számolni. Szóval reggel 8-kor indultunk, és azt láttuk, hogy ez 14 óra azért lesz. Az esti 10-es érkezés az kb. Reális is. Sőt, figyelembe véve, hogy még meg is álltunk összesen egy órára, ez jobb, mint ami elvárható volt. És menet közben még azon gondolkodtunk Robival, hogy vajon elektromos autóval meg tudtuk-e volna tenni ezt az utazást ennyi idő alatt, és nyilvánvalóan nem, mert azzal többet kell tölteni, viszont elkezdtünk játszani alkalmazásokkal, amik kalkulálnak várakozási időt, töltési időt, hányszor kell megállni, stb. És az jött ki, hogy egy Tesla Model S Long Ranger, ami talán a legnagyobb hatótávolságú autó, ami elérhető mondjuk az európai piacon, teljesíthető lett volna, szóval nem 14, hanem mondjuk 15 óra alatt, de az nem olyan nagy különbség. Viszont nagyjából semmilyen más villanyautóval nem. De azt is tegyük hozzá, hogy mi se indulunk minden egyes alkalommal 1500 kilométeres utazásra, sőt életünkben először csináltunk ilyet Robival, és az ember egy alkalomra az életében nem vesz autót, hanem akkor azon az egy alkalommal kompromisszumot köt, plusz családdal értelmesen ennek mondjuk a felét, ha betervezzük, akkor már kiszúrtunk a családunkkal egy 750 kilométeres utazással, 700-750-nel, az meg teljesítettő villanyautó. Mindegy, ez egy ilyen kis csillagos megjegyzés, hogy van már olyan villanyautó, amivel ez az út nagyjából hasonló eredménye teljesíthető lett volna. És akkor most nézzük, hogy mi maradt ki. Brüsszelben például volt egy jelenet, amikor beérkeztünk a kikötőnél, akkor találtunk ott valamit, amihez egyszerűen nem fértünk hozzá, mert hogy mások használták, és nem akarták abba hagyni a használatát, és én ezt kivágtam a kedvetekért, majd kivágtam az egészet az adásból, szóval tök fölöslegesen vártunk, de mégsem, mert hogy ebbe viszont bekerült. Most már nem engedjük oda a nénit, mert hogy van itt mögöttünk valami, amit meg akarunk tekinteni, mert úgy tűnik, hogy valami izgalmas izé, és a legkevésbé sem távcső, két okból, az egyik az, hogy közel vannak a falak, és nem lenne mit nézni, a másik pedig az, hogy a vége az tök vak. Úgyhogy valószínűleg egy történelmi utazást fogunk tudni tenni ezen eszköz segítségével, amikor is visszatekintünk a régmúltba, és meg tudjuk nézni, hogy 400 évvel ezelőtt pont úgy nézett ki Brüsszel, mint most. Mondjuk még egy perc, 4 másodperc, azt már kivárjuk, nem? Ja, mert látod a számára? A második külön van, tehát repetázott. Ez nagy személyiség, tehát a nézők nem tudják, de a ti kedvetekért 16 percet dekkolunk itt. Mert ez a déni megnézett valamit 3 percben, aztán a bikája, aki itt van mögöttem, a bikája is megnézett valamit 3 percben, majd a bikája második házassága is megnézett valamit 3 percben, és utána visszajött a hölgy, és most ő nézi az újabb 3 perces adagját. De hogyha megint előjön a bikája, akkor én valakit leütök. Várjál, tehát annyira nem érdekel, mint amennyire szeretném elmondani nektek, hogy ti sorba álljatok-e vagy sem. Nagyon kiszolgáltatott ilyenkor az ember, nem? Igen, mert ugye kultúrországban nem mész oda és vered bele a fejét, hogy most már befejezted. De mi Kelet-Európából jöttünk. Na hát megkérjük rá, hogy mondja el ezt angolul. Startoljuk az experience-et. De mit látsz? Fotorealisztikus? Nagyon jó, ez nagyon jó, hogy gyerekek, várjátok ki, ha nem túl hosszú a sor, 3-4 főnél nem hosszabb, azért várjátok ki, mert igazából
a mostani Brüsszt látom, csak régen, emberekkel tele, kereskedőkkel, hanzahajókkal. Na, milyen? Basszus, ez tényleg nagyon jó. Ugye, hogy mennyi ember volt akkor itt? Mondjuk most is van itt egy csomó ember, és mind rád vár. De nem érdekel, de most percet. Igen, a saját 3 percünket most már lehasználjuk. Na, nézzétek meg, ingyen van. Nagyon jó. Szia, Robi. Szia. Szia. A másik kimaradt jelenet az szintén a brüzsi epizódból van, ahol hát elmondtam az adásban, hogy a városnak van egy főállású, 24 órában, de napi 8 órában foglalkoztatott harangozó mestere, méghozzá egy Lambert nevű figura, akit próbáltunk megtalálni, aztán felmentünk a toronyba, és meghallgattuk azt a harangjátékot, amit hát mi Lambertnek tulajdonítottunk, de Robi teljesen kiakadt, mert egy ilyen kerekkótya össze-vissza harangozást hallottunk csak. Aztán utána kiderült az is, hogy Lambert már rég kirúgta, és helyette lett valami Bertelót Vim, akit szintén elkezdtünk keresni, de őt se találtuk meg, csak aztán egy nőt, aki ott mindent intézett a jó öreg Bertelót helyett, és akkor rájöttünk, hogy igazából ő volt a naphőse. Szóval ez egy ilyen harangjátékos blokkocska. De legalább megnéztük azt a szerkezetet is, ami magától játszik, amikor se Lambert, se Bertelót, se ez a hölgy nincs ott az orgonánál, hogy saját kezűleg játszom valami értelmes dalban. Ez jó volt. Megyünk inni. Pont úgy, mint a harangmester, aki volt meg, ugye? Figyelj, de hát ez annyi volt, hogy valaki oda felengedte. Ki jött ember? Valaki felengedtek. Nem ő ember? És figyelj, ütötte, vágta a klaviatúrát, amit ért. Szerintem de lehet, hogy ő az, mondhatod, hogy nem nő. Figyelj, lent valamilyen orgonaszerű cucc van, azt ugye néztük, vagy nézted lent, nem nézted? Szerintem őt ütötte, vágta könyökkel, orral, minden. Szerintem ez a nő volt Lambert. Ja, várjál! Mi van? Az, hogy rossz az információ, amit tudok. Na? Azért, mert ott van, hogy Lambert 2008-ig volt, és 2008-tól 2017-ig volt Dölo, és 2017-től Bertelút Vim. És ki ez a Bertelút Vim? Keressünk rá a telefonodon, nézzük meg! Ne menjél le! Gyere be ide! Bertelút Vim, ő az új harangmester. Tessék, 17 óta. Ez gyönyörű. Mi történik? Ja, most tekeredik fel, hogy aztán megint tudjon játszani. Akkor letekeredik. Neki kéne Bertelút helyé lennie. Uh-huh. Ő itt, aki az igazi munkát végzi. A dublőre. Good love, good night. We have fallen by the wayside. Another life that I won't recognize. A következő kimaradt jelenet az Ákmárban van, ahol elmentünk a sajtpiacra, és épp nagyban vágták fel nekünk a heringeket, amikor megszólított egy fickó, hogy mi honnan származunk, és többször meg szokták kérdezni, hogy honnan valók vagyunk, és utána elkezdenek tippelgetni, és az első tippa szinte mindig Olaszország, a második tipp az Oroszország szokott lenni, meg Lengyelország, szóval, hogy ilyen összenem passzoló nyelvek, legalábbis az olasz meg az orosz az elég messze van egymástól, viszont ez a fickó olyat kérdezett, amit még soha senki. Wow! That's the best question we ever had. Yeah, it's from Hungary. From Hungary, okay. Because they used to ask if we are Italian or from Russia or Poland, so, but this was the best question we it's ever had. It's not common with no, no, no. This language. Okay, thank you. Next time. Bye. Első ember, komolyan mondom, aki eltalálta. Na mindegy, innen elmentünk, hova is mentünk, a szélmalmokhoz, de a kettő között megálltunk egy olyan helyszínen, amit még nem mutattam be, ami egy ilyen óriás giga adáshoz készül, viszont ebbe az adásba bemutatom azt, amit menet közben találtunk. Szóval az van, hogy Robival mászkálunk össze-vissza Hollandiában, és nem először van az a benyomásunk, mint ittennél az útszéli falatozónál, hogy az egész egy kicsit olyan, mint Kalifornia, hogy Amerikában láttunk ilyet a nyugati parton, esetleg Vancouver környékén, és hogy most kezdünk rájönni arra, hogy egyrészt, hogy nyilván nem ez olyan, hanem az ilyen, másrészt meg, hogy Hollandia az tiszta Kalifornia. Hát ez úgy néz ki, mint Monterey mondjuk, vagy mondjál már valamit, ne én legyek itt egyedül. Csak azért nem mondjuk rá, hogy olyan, mint a keleti part északi része, mert ott még annyira nem jártunk, inkább délen, de valószínűleg az Baltimore, meg ilyenek? Hát az meg még ilyenebb lehet, mert ugye átértek ide egyből, aztán felhúzták azt a házat, amit ugye itt csináltak, ugye? Így nyilvánvalóan van. Az még ilyen. Sőt, hát az ő környékük volt, ugye? Igen, új Skócia, meg új Hollandia, meg új mit hát tudom. Hát meg új Amsterdam, amit most már New York néven neveznek, ugye? Hát akkor... Aminek van egy negyede, amit úgy hívnak, hogy Haarlem, ami itt egy város Amsterdam fölött. Jó, paka!
azt nem vitték magukkal, azt mármint, hogy azt nem Harlemből vitték. Ez nem egy ilyen harlemi stíl. Jó. És ha nem zabáltuk volna magunkat halára azzal a csodálatos heringgel, meg az összes többivel, ami a piacon volt, akkor most ehetnénk kibbelinget, ami szintén egy ilyen holland csemege, és ami szintén halból van, de ilyen hal maradékból, szóval a halnak a legszarabb részeiből, és hát abból csinálnak ilyen rántott halat. Kicsit olyan, mint az angol fish and chips, csak annál állítólag finomabb. És a halnak a legszarabb részeit azt nem úgy kell érteni, hogy a fej csontja meg hasonló, hanem hogy nem a legnemesebb részei, de rántott halnak kiváló. És ez egy ilyen híres kibbelinges hely, itt a holland mélyföldeket védő gátrendszerek egyikénél. És végül akkor beszélünk egy olyan településről is, ami egyáltalán nem jelent meg a napi vlogokban, méghozzá Hornról, ami Amsterdamtól kb. Fél órányira van, és ahol azért szálltunk meg, mert Amsterdamban kifizethetetlenek voltak a szállásdíjak. És Horn a Nyugat-Frízföld fővárosa, és megmondom őszintén, életemben sose hallottam róla, egy 73 ezres település, és igazából nem is nagyon érdekelt minket az egész, aztán egyik este úgy gondoltuk, hogy besétálunk a belvárosba vacsorázni egyet, ha már egyszer egy ilyen családi házas övezetben voltunk, és ki volt írva, hogy napközben nem szabadott parkolni, akkor rájöttünk, hogy ez nyilván a turistákra vonatkozik, és hogyha a turistákat kitiltják onnan, akkor itt kell, hogy legyen valami turisztikai belváros, ahova behatoltunk, és kiderült, hogy gyönyörű az egész, szóval. Utána olvastam egy kicsit a dolgoknak, és kiderült, hogy Horn az holland aranykor egyik nagy nyertese volt konkrétan a kikötője miatt, és a holland kelet-indiai társaságnak itt volt egy központja, ugye ők azok, akikről meséltem az amsterdami adásban, és akik annak idején értékesebbek voltak, mint az Amazon, meg az Apple, meg a Microsoft, meg a mindenki együtt véve, szóval világ legértékesebb és legszemetebb óriás vállalata volt, és nyilvánvalóan egy csomó pénzt is behurcoltak ide, és ennek köszönhetően Horn nagyon szépen növekedett. Egészen addig, ameddig a 18. században lenne nyomta Amsterdam, és hát onnantól kezdve sokkal kevésbé lett jelentős, de a történelmi belvárosa az nagyon hangulatos volt, és hát ennek is köszönhette Horn, hogy a 70-es években, a 1970-es években azok, akik Amsterdamban ilyen nyomorúságos kis garzonokban laktak, azok közül nagyon sokan kiköltöztek ide egy szép kis kertes házba. Például, hogy megtekintsék a Hoofdtoren, szóval, hogy a régi kikötői irányító tornyot, ez például nagyon-nagyon szép. De az egész város elképesztően gyönyörű, nagyon jó lét van, és az az a helyzet, hogy ez úgy nagyjából az egész túránkra igaz, hogy ilyen drámaian jól élnek ott az emberek. Good love, good night, we have fallen by the wayside, another life that I won't recognize. A drámai jólét mellett beszéljünk az árakról is, amik meglepően szelidek voltak már. Szóval Magyarországon annyira trenírozva vagyunk a magas árakhoz, hogy nem az, hogy kimész Nyugat-Európába és megdöbbensz, hogy mi mennyibe kerül, vagyis de megdöbbensz, hogy mennyire olcsó egy csomó minden. Például ott voltunk Luxemburgban, a világ egyik leggazdagabb országában, de hogy ilyen top 3-as, ahol konkrétan az első este elmentünk egy ilyen búcsúba vagy vústiba, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem azt, és kikértünk egy ekkora kolbászt, amit beraktak valami péksütibe, és elnyomták mustárral nekünk, és az 1200 forint volt, és az egy dolog, hogy ez egy jó minőségi cucc volt, de hogy Magyarországon egy ekkora hús, nem, tehát ha lemész a Balatonra, akkor nem, hogy hekket nem kapsz ennyiért, vagy bármit, amiben van hústartalma, hanem egy lángos nem kapsz meg már ennyiért. Aztán ugyanígy Luxemburg városának a belvárosában a főtéren ettünk Robival egy tök jó kétfogásos kaját üdítővel, több üdítővel, meg kávéval, és fizettünk valami 15-16 ezer forintot, ez szintén elképzelhetetlen mondjuk Budapest bármelyik kiemelt terén. És akkor ott volt az a csirke, amit Brüssz belvárosában ettünk a piac téren, egy fantasztikus grill csirke, ami meg 3500 forintba került, tehát lehet, hogy ennyiért kapsz itthon grill csirkét, de ilyen jót ennyiért nem nagyon kapsz, és pláne nem olcsóbban. Az üzemanyag ára az tökre változó volt, Ausztriában és Luxemburgban annyi, mint itthon, vagy kicsit olcsóbb, a többi helyen inkább azért érezhetően drágább. Viszont az autópálya az ingyenes Németországban és Luxemburgban is, Hollandiában is és Belgiumban is. A szállás ár pedig hullámzó, hát általában valahol a belváros közelében vettünk ki valamit, és két hálószobát kellett ugye kivenni, mert Robi nagyon horkol, és akkor másnap én nem tudok normálisan dolgozni, ha egész este ilyen szemekkel hallgatom őt, és hát átlagosan olyan 50-70 ezer forintba került egy éjszakára
egy ilyen két hálószobás szállás, ami ugye négy főnek pontosan ugyanennyibe kerül, ami nem nagyon olcsó, de azért nem is sokkal drágább, mint mondjuk Budapesten bármi. És Hornban ezt a gyönyörű, csodálatos, hangulatos kis családi házaskát sikerült kivérelnünk, aminek elképesztően jó volt a hangulata, és tök jó volt fáradtan ide hazaérkezni, de azért azt is tegyük hozzá, hogy azért vettük ki Hornban és nem Amsterdamban, mert Amsterdamban konkrétan viszont 250 ezer forint volt egy éjszaka egy két hálószobás apartmanban, szóval az agyrém. Amsterdam az teljes agyrém. Ellenben Brüss például érezhetően drágább lett, mint amennyibe kerültek 4 évvel ezelőtt ott a szállások, de itt is egy 3 csodálatos szintes szállást vettünk ki a belvárosban, a történelmi résztől mondjuk 4 perc sétányira esténként 65 ezer forintért, szóval hogy még ez a kiemelt Brüss sem volt érezhetően drágább, mint bármi hasonló itthon. Szóval üzemanyag kb. Mint itthon, az autópálya használatért nem kell fizetni, a kaja az néha olcsóbb, de mondjuk kb. Annyi, mint itthon, a szállás az kb. Annyi, mint itthon, szóval hogy úgy többé-kevésbé most már minden kb. Annyi Nyugat-Európában, mint itthon, csak ugye a fizetések nem ugyanolyanok, úgyhogy elképesztő jólétet vettünk ott észre, és ez mondjuk úgy mindenből sugárzott, hogy mennyire rendezetten jól élnek ott az emberek, és nyugisan és kisimultan ahhoz képest, amit mondjuk itthon sokszor tapasztalunk. És akkor ezen a ponton én le is zárom a Benelux túrát, jövő héten itthonról jönnek részek, aztán utána indulunk egy újabb izgalmas kalandra Robival. Úgyhogy most ez ilyen utazós ősz lesz. Köszönöm, hogy velem voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok! By the wayside now.